Hát mi a faszt akar a provident, ez a levél biztos félrement. Szerintem alaptalan a félelmed, lehet elfogadták a hitelkérelmed. Nyisd már ki, Freddy baszki! Ne sürgessél már azt, hogy ne kelljen az arcodra pofont basznom! Azt írják a levélben, nem fognak megdögleni éhen, megkapják a lóvét szépen. Ide kell holnap jönniük, itt együtt kell majd működniük. Azt a kurva villam, a faszra húzlak még ma! Mostantól, Béni barátom, nincs gond az anyagiakkal. Bevállaltad a pornót férfiakkal? Te kinézed belőlem, hogy összefekszek svájciakkal? Azt mondtad, az a B-tervet, gondoltam, felhasználtad a testet. Anyád. Most, hogy gazdagok vagyunk, sok-sok nőt megrakhatunk. Elfeledheted a ribancot, derűs lehet végre arcod. Nem tenne ő olyat, fontos neki a párkapcsolat? Persze, drágám, gondold csak ezt a kurva anyád. Freddy engem nem hagyna el, szereti a főztöm, hidd el. Milyen édesek ezek a naív ribancok. Jön az első nő, rögtön villantok. Minden nőt szétbaszkodok. Ha meglátják a méreteid, rögtön ugranak az elméleteid. Megyünk a pénzért, aztán a buliba a nőstényért. Mehetünk veletek? Nem illenétek oda, ott a nők feszesek, nem akarom beégetni magam veletek. Fú, basszátok meg, a farkam már bizsereg. Olyan nőt keresek, hogy Béni farka is beremeg. Bénit kérlek, hagyd ki ebből, ne térjél rossz útra egy csövestől. Ma megkapja az 50 000-et, jövő héten visszafizet 328 000-et. És ez mégis hogy jött ki magának? Talán elgurult a gyógyszere a tatának. Rábasztunk egy faszom tudja 1%-os kamatot, miért nem olvastad el a neten róla az anyagot? Béni, azt hiszem csórók vagyunk. Hát mostanában őket nem csalunk. Nem éri meg hitelt felvenni, az ember mi a faszból fizet? Ezeket az ostobákat. Te Béni, rágyújtsuk az öregre a házat. Ha tetszett a videó, kérlek dobj egy lájkot, és iratkozz fel.